A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét, Családőrzők című műsorunkat látják. A 99. adással jelentkezünk, és azért jegyeztem meg annyira ezt az adásszámot, mert ezzel a műsorral elbúcsúzik ez a sorozat a televízió nézőitől, legalábbis itt a tévén keresztül, de természetesen a közösségi megosztón megtalálják mind a 99 adást kollégáimnak köszönhetően. Szeretettel köszöntöm most is szakértőinket, ezúttal engedjék meg, hogy a régiekkel kezdjem, akik a 99 adással ezelőtti időszakban, azaz 3 évvel ezelőtt is együtt voltak velem valahol ott kint, szabadtéren, egy kellemes helyen, egy teraszon kezdtük ezt a műsort. Köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit természetesen. És nagy szeretettel köszöntöm Tornyai Gábor, plébános mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Aki egy csukta a szignál alatt, hogy ne mondjam és ne adjam át, de az az igazság, hogy az adás ideje után másnap, azaz holnap lesz az ő születésnapja, úgyhogy Gábor atya, Isten éltessen sokáig. Van itt Isten egy ilyen, ami mindenkinek sokáig jár, Supriczné Tóth Máriának, a Királykút gyógynövényszaküzet tulajdonosának is, akit szintén nagy szeretettel köszöntök, aki most néhány hónapja csatlakozott a programhoz, és itt van velünk egy jó ideje. Mindenkinek jár, hiszen mindenkinek nagyon köszönöm, kollégáknak is, ha látnak, hogy ne látnának, hiszen dolgoznak ezerrel, és dolgoztak akkor is, és dolgoztak végig mellettünk, csak ők ugye háttérben vannak, és annyira a közönség nem találkozik velük, pedig rengeteg munkájuk van benne. De hát nyilván 25 perces műsorunk nem szólhat feltétlen arról, hogy elköszönünk, hiszen beszélnünk kell olyan dolgokról is, amit várnak tőlünk a nézők, és amit vártak eddig is. Hiszen a Családőrzők című műsor azért jött létre, hogy fölhívjuk a figyelmet néhány olyan dologra, amin esetleg nem gondolkozunk el a családban, de adandó probléma. És hát ilyen mindig van, de most akkor beszéljünk arról, hogy miért jó az, hogy rengeteg ilyen műsor van tévében, rádióban, több csatornán. Miért jó az, hogyha beszélünk a családban előforduló szituációkról? Mit tudunk mi így kívülről, ismeretlenül segíteni? Igazából én azt gondolom, hogy az a jó, ha beszélünk, tehát beszélhetünk. Szerintem azért van most sok ilyen műsor, mert van rá lehetőség. Erre mindig is szükség lett volna, csak nem szerintem, az én véleményem, csak nem volt rá szerintem mindig megfelelő fórum. Úgyhogy nagyon jó, hogy vannak ilyen szakemberek, mint a Zsuzsi is, aki tényleg maximálisan tudója ezeknek a problémáknak, és tud tanácsot adni, és van egy ilyen fórum, aki ennek helyt ad. És mint az atya is, aki... Most én azt látom, hogy a mostani világban a hit is egy kicsit szélesebb körben tud segíteni. Tehát régebben, az én most mondjuk az én gyerekkoromra gondolok, akkor én nem éreztem ennyire, hogy bevonódott volna például a egy pap ebbe a szerepkörbe. És most ezen én, mint szülő és nagyszülő, én ennek nagyon örülök, hogy van ilyen lehetőség, és hogyha a szülőbe felmerül valami kétség, akkor tud hova fordulni, és értő, szakértő segítséget kap. Igen, azért ez nagyon, nagyon sokat jelent, mert a visszagondolok, tényleg a családban történt dolgok annyira tabuk voltak hosszú ideig, hogy is volt ilyen mondás is, hogy családban marad. A lelkiségünk pedig aztán abszolút ugye volt egy időszak, amikor tabu maradt, és most már azért 3 évvel ezelőtt például, amikor kezdtük ezt a műsort, akkor őszintén kimondhattuk, hogy a keresztény értékek mentén haladunk akkor, amikor a családról beszélünk. És hogyha már itt tartunk ezen a területen, akkor hagyj idézzem fel, hogy ugye 2023-ban járt a pápa Magyarországon,
és abban az időben, abban a három napban, még ő itt volt, tényleg az ember bárhová nézett, akár az internet világában, akár televízióban, rádióban, mindenütt arról volt szó, hogy itt van a pápa, hogy itt volt a pápa, és hallottam olyat, aki az első napokban, vagy első nap mondta, hogy most miért csak erről, meg miért kell ez, hogy ennyire, és én úgy érzem, hogy azért kellett, mert az utolsó napon egy picit még aki nem volt vallásos is megérezte, hogy hát te a pápa járt Magyarországon. Ugye? Tapasztaltad te is ezt a... Hát az, hogy aki nem vallásos, hogyan reagált rá, arról nincs nagyon tudomásom. Igazából azt hiszem, hogy akik vallásosak, akik katolikusok, azoknak jelentett igazán sokat az, hogy valaki, aki megjeleníti mondjuk a jelen pillanatban a katolikus egyházat, az eljön hozzánk, egészen közel került az egyházhoz tartozás. Hogy egy kívülálló számára ez mit jelentett? Én azt gondolom, hogy szóval valami olyasmi van most bennem, hogy valami olyan lehetett ez a történet. Egyszer egy húsvétkor éreztem én ezt így meg, hogy én ott bent voltam a templomba, a legszentebb szertartást végeztem, és így pont nyitva volt a templom ajtó, és azt láttam, hogy szángoldoznak föl le az autók. És az emberek élték a hétköznapjaikat, miközben én a legszentebbet imádkoztam. Hogy azt is el tudom képzelni, hogy talán valami ilyesmi lehetett ez a katolikusok számára fontos, látogatás, mondjuk az átlagember számára talán kevésbé fontos, vagy talán másképpen megítélt látogatás, de hogy csak így az jár még a fejemben, amit az elején feltettél kérdésként, hogy miért van szükség ilyen műsor, és így kerestem ugye a saját helyemet, hogy papként én mit keresek egy ilyen műsorban, ahol a családról van szó, annak idején így poénként szokták is mondani, hogy a pap miért tart jegyes oktatást, hát mit tud mondani a házasságban, meg a családról. Hát szerintem az, aki házasságban van, vagy családban él, az maximum a saját családjára tud fókuszálni, de hogy azért nagyon sokan például engem is megkerestek olyan kérdésekkel, ami a családot érintő kérdések, problémák, nehézségek, és most már azért lassan 25 éves pap leszek, tehát ez a 25 év azért elég sok és élményt és tapasztalatot tudott adni, még akkor is, hogyha kívülről láttam bele ebbe a történetbe. Meg hát, hogy mellette azért én most elkezdtem tanulni házasságcsalád lelki gondozói képzést, ahol szintén így a családdal, mint rendszerrel foglalkoztunk. És azt gondolom, hogy egy ilyen műsornak az is lehet talán az üzenete, hogy aki ezt megnézi, az valamit talán megért saját magából, vagy abból a rendszerből, ami benne él, és hogyha értem magamat, meg annak a rendszernek a működését, hogy legalábbis valamit megsértek annak a szabályaiból, a buktatóiból, akkor én magam is könnyebben tudok megküzdeni bizonyos nehézségekkel, vagy jobban észre tudok venni bizonyos jeleket. És azt gondolom saját szerepemként, hogy az, hogy én katolikus papként vagyok itt jelen ebben a műsorban, és hozom ide a katolikus sapkámat is, a plébános sapkámat is, az maximum annyiban tud segíteni, hogy egy picit meg tudom azt is mutatni, hogy ez azért ott van a mi életünkben, vagy egy hívő ember életében is kérdésként, vagy válaszkeresésként is. Mind a hárman olyan helyzetben vagytok, hogy így vagy úgy valamilyen formában találkoztok a család problémájával, vagy egészségügyi, vagy idegrendszeri, vagy lelki problémákkal. Mit tapasztaltok, mennyire őszintén mernek beszélni a családtagok a családi problémáról? Én talán pont ezt tettem volna hozzá az első felvezetésedhez, hogy miért is van ez a műsor, és egyre több ilyen műsor, mert hiánypótló. Mert hogy a nagy családok megszűntek, mert hogy nincsenek olyan közösségek, akikhez Isten igazándiból lehet tartozni. És én azt gondolom, hogy a tabu témáknak a feszegetése is a feladatunk volt. Illetve azt hiszem a másik, hogyha valaki mondjuk megnézi ezt a műsort, vagy megnéz bármilyen műsort, ami a családdal kapcsolatos, az valami picit, ahogy az előbb is mondtam, kicsit így az önismereti fejlődéshez hasonlít, hogy egy csomó dologra nincsenek szavaink, amíg nem tanítják meg nekünk, hogy azok a szavak mik. Vagy nem tanítanak meg bennünket jelenségeknek a neveire, hogy melyik mit jelent, vagy melyik miért fontos. És ezek a műsorok talán abban tudnak segíteni, hogy,
hogy szavaink legyenek, hogy szavaik legyenek azoknak, akik ezzel egy problémával vagy kérdéssel találkoznak, hogy tudjanak beszélni arról, hogy meg tudják fogalmazni, hogy tulajdonképpen mit éreznek, vagy mit sejtenek. És hogyha más nem, egy vagy két adásban hallottak egy-két olyan kifejezést, ami nekik segítséget jelent, és fel tudják használni saját maguk, vagy a saját családjuk működésével kapcsolatban, akkor azt hiszem megérte ez a 99 adás, amit itt együtt töltöttünk. Igen, hát nem véletlenül mondtuk, hogy nem tanácsot akarunk adni, hiszen azt nem is tudunk, így nem lehet. Csak talán a gondolkodásra próbáltunk minden egyes adásban serkenteni, vagy így, vagy úgy, mert ugye azért voltak tényleg olyan kínos szituációk, amikről mi itt beszélgettünk, amelyben hát tényleg beszélni is nehéz róla. Beszéltünk ugye a válásokról, beszéltünk arról, hogyha beteg van a családban, vagy egyéb helyzetekről, amiket úgy kifelé nem nagyon visznek emberek. És csak beszéltünk róla, tehát nem mondtuk azt, hogy ilyenkor most mit kell tenni, vagy hogy kell tenni. Kicsit könnyebb a helyzet, hogyha az egészségügyi problémákról van szó, mert ott azért szabad mondani, hogy mi a teendő, vagy merre van az út. Igen, de egyébként úgy általában véve a családnak a problémáit felismerni is jó, vagy segíteni, hogy felismerjék ilyen bizonyos aha élményeket adhatnak az ilyen műsorok, és amit ti is csináltatok itt most már, ugye, amint hallom, harmadik éve, én mint néző azért szoktam kapcsolódni, és tényleg sokszor bennem is az volt, hogy ó, tényleg, hát ez is okozhat problémát, az is okozhat problémát, tehát már maga az, hogy felveted ezeket, vagy elkezditek ezeket a szituációkat, amiből ő azt gondolja, hogy no, hát akkor lehet, hogy az, ami történt, az azért történt, mert akkor ezt én most nem jól, vagy nem úgy csináltam, és akkor elkezdődik egy ilyen természetes rehabilitáció gyűjtőim a családon belül. Tehát erre is nagyon jó. Az egészségügyi problémáknál, igen, ott is egyébként én azt látom, hogy nagy szükség van az ilyen műsorokra. Még mindig. Ugye mi, nekünk hosszú ideje, most már 10 éve van a rádióban a műsorunk, de én még mindig hallok vissza olyan nekem evidenciákat, hogy még mindig másnak nem az. Tehát ugyanígy gondolom én azt, hogy ebben a műsorban is nem elég beszélni egyszer-kétszer, 12-szer, mert mindig jöhetnek olyan dolgok, amelyeknél jól jön az, hogy egy picit megvilágítják a segítséget. És ebben a mai felgyorsult, kicsit elhidegült, ridegebb társadalomban viszont nagyon-nagyon sok probléma is generálódik. Mint ahogy azt gondolom, hogy az is fontos, vagy legalábbis én remélem, hogy azzal is tudtunk segíteni, hogy ne csak a problémákra világítsunk rá, hanem hogy valaki mondjuk meglássa azt, hogy de jó, ez nálunk jól működik. Tehát, hogy szerintem az is legalább ilyen fontos, hogy az értékekre, vagy a jól működő dolgokra is adott esetben valaki ráláson, hogy fú, de jó, hogy nálunk ez így működik, vagy tudok örülni annak, hogy ez van, vagy az van. Mert hogy legalább ilyen fontos, hogy mert azt tudtam mondani, hogyha valaki jön azzal a problémával, mondjuk gyónásban, és azért merem mondani, mert sokszor előfordult már, hogy jönnek, hogy megbántottam a férjemet, feleségemet, olyat mondtam neki, úgy voltunk együtt, hogy meg szoktam kérdezni, és dicsérni szoktad, mert hogy az, hogy valaki rosszul csinál valamit, az olyan természetes, hogy figyelmeztetem a másikat, vagy zsigerből jön, hogy akkor elmondom, hogy rosszul csinál, de hogy vajon mennyire válik természetessé az, hogy a jót is jelzem a másik számára, vagy pedig csak természetesnek tartom, hogy jól működnek a dolgok, és akkor az úgy van. És azt gondolom, hogy ugye mi nagyon sokszor előtt itt a beszélgetésünkben a gyerekeknél legalább ilyen fontos. Tehát, hogy amikor anyukák jönnek, mondjuk gyónásban elmondani, ez aranyos mindig, hogy kiabáltam a gyerekkel, türelmetlen voltam a gyerekkel, mondtam, hogy mégis ez teljesen normálisan működtök legalább. Csak a kérdés az, hogy a gyerek kap-e jót tőled, vagy kap-e visszajelzést arról, hogy valamit jól csinált. És azt gondolom, hogy amikor valaki ránéz arra, hogy működik az a rendszer, amiben ő él, az ő családja, akkor legalább ilyen fontos, hogy ezt a fajta egyensúlyt megtalálja. Szóval ez egy szép magyar szavunk, ez a kiegyensúlyozottság. És hogy valahol ahhoz, hogy én szeretetemet meg tudjam mondani, az önszeretetemnek az alapja az, hogy kiegyensúlyozottan lássam magam, a hibákat lássam, merjem nevén nevezni őket, és mondjuk adott esetben küzdeni velük, de hogy lássam mellett az értékeket is, hogy mi az, ami jó benne, amit ajándékba kaptam, és jól tudok működni.
És szerintem legalább ilyen fontos ez a családi kiegyensúlyozottságnak a megteremtése, hogy, hogy hát ezek nem működnek, nálunk ezen dolgozni kell, mondjuk egy ilyen műsor tud ebbe segíteni, de hogy, hogy azt is meglátni, hogy viszont ezek meg jól működnek, és hogy ennek meg tudunk örülni, és hogy valahol ennek az egyensúlynak a megteremtés, ez nem nagyon fontos. Hát ha visszagondolok, azért mutatunk mi jó példát is, hiszen persze. Volt olyan vendégünk, aki öt gyermek édesapja, igen. És arról kaptunk képet több adáson keresztül, hogy tulajdonképpen milyen lehet az élet egy hétfős családba, ami azért sokaknak elképzelhetetlen, sokaknak pedig természetes. Kedd is van, meg szerda is a hétfősöknél. Bocsánat. Én azt gondolom, hogy ha valamit hozzá tudtunk tenni a családok életéhez, az az, hogy tudatosak legyenek egy sor élethelyzetükben, és az, hogy keressék a megoldást. Tehát, hogy ne érezzék azt, hogy csak ő velük fordul elő, hogy csak nálunk ilyen dráma, hogy csak mi vagyunk ilyen ügyefogyottak, csak mi nem találjuk a megoldást, csak nekünk vannak ilyen problémáink. Nem. A legtöbb család végigmegy ezeken a problémákon, a legtöbb családnak hasonló gondjai, küzdelmei vannak, és hogy merjünk egymásban bízni. Tehát azt én nagyon fontos dolognak tartom, hogy beszéljünk a dologról, figyeljünk oda, és keressük a jó megoldásokat, és keressük a jó gyakorlatokat azokra a helyzetekre, amiben mi is beleestünk, és láttam már, mesélte a játszótéren, vagy a csoportszobában, vagy a óvodában, vagy szülői értekezeten, vagy akárhol, ahol találkoznak egymással ezek a szülők, és hogy ugyanezekkel a gondokkal küzdenek. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon fontos dolog, hogy nem vagyunk egyedül a nehézségeinkkel a világban, hogy többen vagyunk, és hogy ha én nem is tudom, hogy hol van a jó megoldás, de találjam meg azt, hogy ki az, aki ebben tud segíteni. Egyébként semmiképpen nem akartuk feketén lefesteni a családban való élést, tehát itt Gábor atyára utalva valójában azért többek között én is megtanultam a beszélgetések során, hogy ha van valami probléma a családban, az nem azt jelenti, hogy vége van a világnak, és hogy ez egy rossz család volna, vagy bármi van, és hát azóta látok is olyan családot, ahol mondjuk van idegrendszeri problémával élő kisfiú, és a család mégis boldog, és tökéletesen működik, és vagy van olyan, ahol élelmiszer allergia derült ki, és hát nyilván most, ha először hallja a család, hogy most teljesen meg kell változtatni az étkezést, mert ha megtanultuk azt is, hogyha egy gyerkősznél van, azért nem árt, hogyha a többiek is valamelyest változnak hozzá, hogy ettől nem dől össze a világ, tehát, hogy itt vannak megoldások, és ugyanúgy lehet tovább szeretni egymást, vagy még jobban, csak egy kicsit máshogy kell odafigyelni. Tehát, hogy nem a család, az egy csoda jó dolog. Igen, én azt gondolom, hogy ezeknek a családoknak külön lehetőség az, hogy az élet útjukon, ahogy történnek az események, ahogy növekszik, ahogy fejlődik a család minden tagja, és most itt arra gondolok, hogy személyiségében a szülő is folyamatos fejlődésben van, mert ugye amikor megszületik egy pici baba egy családban, akkor egészen másfajta gondoskodást kér, mint később majd egy 8 éves, vagy egy 12 éves, vagy egy kamasz gyerek, ugye szó esett erről is, arról is. Tehát a szülőknek is ugyanúgy fejlődniük kell, és ebben a fejlődésben tudnak kapcsolódni időről időre a hozzá hasonló társakhoz. Azt én nagyon-nagyon jó dolognak tartom ebből az adássorozatból, hogyha így végig gondolom ezeket az adásokat egyiket a másik után, hogy mindig volt valami pozitívum, hogy abban a helyzetben hogyan lehet ezt jól tovább lendíteni. Sőt, hát az ilyen problémákat kifejezetten csak családdal lehet. Így van. Túlélni. Legalábbis úgy a könnyebb, hogyha ott van az a bizonyos összetartó család, és van, ami összetartja mai napig is a családokat. Nagyon elgondolkoztam. Igen, mert annyira, és szerintem mindenki a saját családjában nézi, igen, hogy mi a mi összetartó erőnk, mi az, amitől mi, és ezeket szerettük volna megmutatni, és ezeket szerettük volna közkincsé tenni, ha úgy tetszik. Én arra gondoltam, hogy amit a Zsuzsi mondott ezzel kapcsolatban, hogy miért volt jó, és miért tudtak ebből merítkezni, ebből az adássorozatból nagyon sokan, mert például, hogyha valamilyen probléma van egy családban, az nagyon-nagyon, most ez mindegy, hogy most egészségügyi, vagy lelki, vagy idegrendszeri. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogyha a család meg tudja tartani a problémák mellett az optimizmusát, és hogyha kap ehhez egy ilyen kis
löketet, hogy úgy mondjam, hogy nem, ettől tényleg nem dött össze, ezt meg kell oldani, ez egy feladat, de hogyha te összeesel, és ez problémaként éled meg, és tragédiaként éled meg, akkor nem fogsz belőle kijönni, vagy nem úgy, ahogy kellene. Tehát az, hogy ti sugároztatok ennyi optimizmust, az is nagyon-nagyon nagy segítség, én azt gondolom, sok család számára. Most úgy elgondolkoztam egyébként, hogy van-e bármilyen hasonló együtt élő forma a világban, mint a család? Ez most megint az alapkérdésemre kérdezem el, úgyhogy én ezért voltam nehézség, hogy az elejétől kezdve ezt újra elmondom, hogy kit akarunk mi őrizni. Tehát, hogy ki az. Mert hogy a műsor címe családőrző. Igen, és ezért nagyon sokat rágódtam, még régebben, amikor még rádióba elkezdtük ezt, mert azt nem tudom, hogy mikor kezdtük már el a rádiós műsort. Az egy fél évvel előtte, még igen. Még mielőtt átjöttünk volna ide a tévébe, és ott is emlékszem rá, hogy ezen rágódtam, hogy olyan sok forma van, amit családnak hívunk, és hogy kit akarunk, mit akarunk őrizni, hogy kiknek akarunk segíteni, és akkor kerestem magam számára is így a választ, hogy mitől beszélünk családról, és most gyakorlatilag ott valahol ott tartok, hogy gyakorlatilag bárkik, akik családnak hívják magukat, azok a család, mert hogy nehéz. Ugye mi azért alapvetően, amikor mi beszéltünk, akkor arról beszélgettünk a klasszikus képről, hogy apa, anya, gyerek. És ezért volt mindig bennem a küszködés, hogy de mi van azokkal, akik mondjuk valamiért nincsen gyerekük, és akkor ők meg tudják határozni magukat úgy, hogy ők család. De hogy beszélünk az egyszülős családról, vagy a mozaik családról, és ezerféle más típusról, meg a szűk és a tágabb család. Igen, meg az unokák viszonylatáról. Az nagyon-nagyon fontos az is a család életében. És valahol tulajdonképpen azt hiszem, hogy ott állapodtam meg, független attól, hogy most gyerekekről vagy nem gyerekekről, miről hogyan beszéltünk, hogy valahol, és lehet, hogy megnézi a férfi agyamnak köszönhető, hogy tulajdonképpen ennek a kapcsolatnak vagy kapcsolatrendszernek a működését szerettem volna én segíteni azzal, amit én ide tudtam hozni. És ugye ez most milyen szintű kapcsolódás, ez most gyerekes vagy nem gyerekes, kicsi vagy nagy, azt hiszem, hogy a rendszernek a működése az ilyen értelemben tulajdonképpen teljesen független ettől. A kérdés, hogy akik a rendszert alkotják, azok hogyan akarnak, vagy tudnak benne lenni, és hogy ebben talán tudtunk, vagy tudtam valamit segíteni, legalábbis remélem, hogy ez van benne valami ilyesmi. Itt a 99. adás végére valami ilyesmi kristályt tudott ki bennem, hogy hiszem, hogy ebben tudok segíteni, vagy ebben tudtam segíteni, vagy ebben szeretnék akár a továbbiakban is segíteni, hogyha valakinek szüksége van rá. Nem tudom, hogy miért pont most ugrott be, hogy foglalkoztunk mi az anyós kérdéssel is. Amihet ugye tudjuk, hogy van, tud kínos lenni. Mert és te is anyós lenni. Vagy. Én is anyós vagyok. Én is. És ezt innen üzenjük minden fiatalnak, hogy anyósnak se könnyű lenni. Sem rossz anyósnak, sem jó anyósnak sem könnyű lenni. Nos, hát elérkezett az a pillanat, amikor tényleg elköszönünk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok mind a hármatoknak, és minden vendégnek, aki valaha is ebben a műsorban szerepelt és vállalta, hogy beszélget velünk itt a nézők előtt, hiszen tényleg csodálatos volt minden beszélgetés, és mindenből tanulhattam magam is egy kicsit. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Itt most a többieknek rajtatok keresztül tudom megköszönni Supiszné Tóth Máriának, Fekete Cseri Zsuzsannának és Tolnyai Gábornak is. A nézőknek nagyon-nagyon köszönjük ezt a közel 3 éves figyelmet. Elköszön a családőrzők, további kellemes televízió nézést kívánok. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.